Nagy gondot jelent, hogy a gazdaságok kiöregednek. A bejegyzett szerbiai családi gazdaságok tulajdonosainak átlag életkora 61 év, csak minden 11. családi gazdaságot vezeti 40 évnél fiatalabb családtag. Ezen kívül a bejegyzett gazdaságok mintegy 75%-a a kis és közepes kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy fél hektártól legfeljebb 5 hektáron művelik a földet. Sok a gond a mezőgazdaságban, főleg ami az árakkal történik, panaszolta a Richter Frányó, szabadkai termelő és vállalkozó, emiatt van az, hogy sokan felhagynak a gazdálkodással és eladják termőföldjüket. Két évben volt nagy szárazságunk is. Említettem még, ez az ukrán háború, hogy bejött a Gabonán, egy, egy időben az értéke fölment, fölmentek az égő árak, a, a nyersanyagnak, szóval a műtrágyáknak, az, üzem, az üzemanyagnak is zárai felszaladtak, és történt egy olyan dolog, hogy a, a zárak visszaestek totál, de nekünk a, a befektetés maradt még majdnem a régi. Egyedül most a műtrágyákon, amit mondhatok, hogy ócsóbban lett. Az emberek annyira le vannak szegényedve, hogy nem bírják kifizetni már már a magokat, a műtrágyákat, szóval nincsen, nincsen forgó tőkék, Egyszerűen mennek tönkre a gazdaságok. Az állattenyésztéssel kapcsolatban a gazda azt mondta, az egy nagyon nehéz munka, reggeltől estig dolgozni kell, emiatt a fiatalok nem akarnak vele foglalkozni, inkább elmennek gyárakba dolgozni, vagy más munkahelyet választanak. Az állattenyésztés pedig szerinte ráadásul veszteséges. A mezőgazdaság egy olyan ágazat, amelyre minden országnak stratégiailag szüksége van, emeltek ki Zombor Imre közgazdász. A világpiaci viharokban mindig fontos, hogy legyen egy stabil élelmiszer termelés, mert mindig fennáll a veszélye, hogy esetleg ezt külföldi forrásokból nem lehet beszerezni. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogy néha lehet, hogy olcsóbb behozni valamit, de mégse célszerű, mert fontos az, hogy minden országban, tehát nem csak nálunk, hogy fennmaradjon a hazai mezőgazdasági termelés. Milan Prostrán, agrárközgazdász a szerb közmédia műsorában elmondta, hogy a tavalyi mezőgazdasági összeírás első adatai nem lepték meg, várhatóak voltak. A prácsanyja a protekli 10 godina nem dávó neke pozitívne szignále, hogy a rezultáti biti bolji da, će, da smo zaustavili neke negativne trendove već očigledno kod tamo gdje su bili najizraženiji negativni trendovi, oni su se i dalje nastavili, pre svega kada je u pitanju sočarska proizvodnja. Prostrán attól tart, hogy Szerbia előbb-utóbb élelmiszer hiányjal szembesülhet, amit tennünk kellene az az, hogy növeljük a hazai termékek fogyasztását, ösztönözzük a hazai termelést, növeljük a húsfogyasztást, mert az állattenyésztés a legkritikusabb és statisztikailag a legnehezebb helyzetben van. Ma már csak 42 kg húst fogyasztunk a 90-es években elfogyasztott 65 kg-hoz képest. Ezért a fogyasztásnak is húznia kell ezt a fejlődést, tette hozzá az agrár. Közgazdász. A szerb kormány egyébként tavaly ősszel elfogadta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekre vonatkozó törvényjavaslat módosításait, többi között növelték a terület alapú támogatásra vonatkozó maximális földterület nagyságát, a tejprémiumot, a növénytermesztési területre jutó alapjuttatások minimális összegét és a földműves nyugdíjakat is.